Kiegyensúlyozott és konszolidált gazdálkodás folyt a megyeszékhelyen az év első felében. Ez derült ki a költségvetés első 6 hónapjáról szóló tájékoztatóból, melyet a csütörtöki ülésén tárgyalt Szolnok megyei jogúváros közgyűlése. A testület mindemellett újabb pályázatokról és beruházásokról is döntött. Köszöntöm nézőinket, ezekről és más fontos témákról immár döntés után. A műsor vendége Szalai Ferenc polgármester. Jó estét kívánok, polgármester úr! Ahogy megszoktuk, kezdjük napi rend előtti kérdésekkel. Most is jó néhány olyan volt, ami nagyon sok embert érint. Az egyik ilyen a téli rezsicsökkentés, illetve ennek az intézkedésnek a kiterjesztése mindazokra, akik nem távfűtött lakásban élnek, illetve nem gázzal fűtenek. Így van, tehát akik nem távfűtött lakásban élnek és nem gázzal fűtenek, tehát szénnel, fával, PB-gázzal, olajjal fűtenek, azok október 15-ig a szociális támogatások osztályán, ez a régi néplapszékház, tudják jelezni az igényüket, hogy 12 000 forint mértékig megkapják azt a tüzelőanyag mennyiséget, amire nekik igazából ez a rezsicsökkentés lehetőséget ad. Nagyon fontos az október 15-i dátum, aki október 15-ig ezt nem jelzi, az nem kapja meg. Ez egy jogvesztő hatályú határidő. Nyilván erre vonatkozott a kérdés tehát is, innen, így hogy van, fölhívni minden érintett tehát figyelmét. Innen is mondanám, számos helyen megjelent, október 15-ig a polgármesteri hivatalban jelezni kell az igényt az ilyetén fűtőanyagokról, mint amiről beszéltünk. Mennyi az a mennyiség, amit eddig már jeleztek? Tehát hány érdeklődő van, vagy hány igény érkezett, inkább így kérdezném? 194-en jelezték eddig az igényüket, van még 3 hét. Azt gondolom, hogy akinek kell, az majd természetesen jelzi az igényét, de egy picit menjünk ennek a mélyére. 61 ezer háztartás van Szolnokon, ebből 194-en jelezték eddig, hogy szükségük van az ilyetén típusú támogatásra. Tehát ez azt jelenti, hogy a 60.900 vagy 800 már ugye érvényesíthette a 12 ezer forintos rezsicsökkentési lehetőséget. Valószínűleg kisebb településeken érdekes, kisebb ahol nincs távfűtés, más típusú vagy ahol fűtés, esetleg nincs olyan jellegű. Illetve Szolnokon a déli parterület elsősorban az, ahol nem a távfűtés és nem a gázfűtés a jellemző, meg hát esetleg az Alcsi városrészben, Besenyszögű út térségében, Patkó út térségében lehet esetleg ilyen, de 194 az, azt gondolom, hogy nem az a nagyon nagy mennyiség, hogy aggódni kelljen azért, hogy valaki tüzelő nélkül marad, és hogyha figyelik a híradásokat, akkor mindenki, a kéri, meg is kapja a tüzelőanyagot. Egy másik kérdés a Széchenyi lakótelepi beruházásokra vonatkozott, részben azokra, amelyek már jelenleg is zajlanak, illetve amelyek a közeljövőben indulnak. A Széchenyi lakótelep, a lakóterület a város egyik legnépesebb lakóövezete. Itt több mint 20 ezer ember él. Hiszen nem csak a tömbházakban, hanem a Kánkári úton vagy a Nyúlú térségében nem kevesen élnek. Ennek a térségnek tehát nagyon nem mindegy, hogy az ellátási szintje, színvonala milyen módon őrizhető meg, vagy fejleszthető tovább. A napi rend előtti kérdésben ennek összességére kérdezett rá Rehó János képviselőtársunk, és örömmel mondhatom, hogy a Széchenyi városrészben az egészségügyi fejlesztések részeként a rendelőintézet, a Széchenyi rendelőintézet teljes megújulás előtt áll. Ez egy olyan 420-430 millió forintos fejlesztés, mindenféle energiatakarékossági kérdést, nyilászáró cserét, homologzat felújítást, a belső helységek felújítását szolgálja. Kapcsolódik hozzá a gyógyszertár felújítása, és a gyógyszertár tulajdonosai 24-25 millió forinttal, tehát 26 millió forinttal hozzájárulnak ehhez a fejlesztéshez. Nagyon ráfér a rendelőre már ez a program. A másik nagyon komoly beavatkozás a Széchenyi piacra vonatkozik. Itt 89 millió forintot nyertünk a belváros és a Széchenyi piac megújítására. A belvárosi piac fűtése és világítás korszerűsítése a program része. A Széchenyi piacon pedig 64-5 millió forintból befedjük a piacot, téliesítjük a piacot, nem annyira még,
hogy egy teljesen zárt, fedett rész alakul ki, az a későbbiekben lehet még program része, hanem az eső és a hó ellen fog védeni ez a tetőszerkezet. Egyébként esztétikailag is azt gondolom, hogy kellőképpen szép, és új burkolatot kap a Széchenyi piac. Iskola, bölcsöde? Az Aranyi Sándor úti bölcsöde felújítása szintén a program része, ha jól emlékszem, akkor ez egy 250 millió forintos fejlesztés, ami az egész bölcsöde felújításáról beszél, illetve egy közel 500 millió forintos program a Széchenyi Piros Iskola felújítása, ami a mai napig, a mostani pillanatban is zajlik. Nagyon komoly szervezést igényelt, hogy a tanítás folyhasson, a gyerekeket ne kelljen átköltöztetni akár a Pletyka faluba, akár a Konstantin úti iskolába. Tehát úgy szerveztük a nyarat, hogy a belső felújítás megtörténjen, és most a külső homlokzat felújítás, tetőcsere, gépészeti csere, hőleadó rendszerek újjávarázsolása történik a Széchenyi Piros Iskolába. Ezen kívül, ha jól emlékszem, úthálózatfejlesztés is történik az Aranyi Sándor út végén, a Malom út végén, de maga a Széchenyi körút egy jelentős része is új burkolatot kap a későbbiekben. Egy új gyalogátkelő helyet is építünk. A rendelőintézetnél lévő gyalogátkelő helyet látjuk el lámpás biztonsági lehetőséggel. Ez ugye nagyon fontos, hiszen a Széchenyi gimnázium és a lakótelep másik oldala között nagyon komoly a forgalom. Ez ugye adódik abból, hogy a piacra is ott szoktak átmenni többek, ott mennek át a rendelőintézetbe, és ott mennek át többen. Érdekes a magánerős beruházás része a Széchenyi város részben, hiszen az Aranyi Sándor út elején, mondjuk így, ott volt egy szabad terület, nem tudom ki mennyire emlékszik, ott most egy nagy társasház épül, melynek az aljába telepedik meg a virágbolt, ami a Malom út elején volt, illetve magánerős beruházásból, hát nem is tudom, hogy mennyi, de olyan 50-60 darab társasházi lakás épül a Széchenyi körút, a kifele megyünk a Vivonál felé bal oldalán. Tehát ez azt jelenti, és akkor egy Lidl áruház is, Aldi áruház is épül a Széchenyi város részben. Tehát azt tudom mondani, hogy igenis felértékelődött a Széchenyi város rész, igenis egyre többen érzik jól magukat ebben a város részben, és azt gondolom, hogy valóban rászolgál a legnagyobb, és tán a legjobban ellátott város rész titulusra a Széchenyi város rész. Nem tetszik ez mindenkinek, mert kapok én is ilyen-olyan leveleket, de örömmel mondom, hogy ez a, hát nem is tudom, hogy hány százmillió forintos beruházás, a több mint 20 ezer ember életét jelentősen befolyásolja kint a Széchenyi. Jósika úti járda helyreállításra, hadd kérdezzek rá, hogy ez a közgyűlésen is elhangzott. Ott az EON végzett egy világítás korszerűsítést, aztán a mai napig nem sikerült helyreállítani a járdát, és igazából ennek a válasznak, amit Fejér Andor alpolgármester úr adott meg a Radócz úr képviselő úr kérdésére, itt ez egy túlmutató megoldás lehet a későbbiekre nézve, hogy az ilyen anomáliákat, hogy így fogalmazzak, el lehessen kerülni. Mert itt több probléma vetődött föl egyetlen egy járdaszakasz helyreállítása során. Az, hogy nem sikerült befejezni, ez egy nagyon-nagyon kedves jelző volt. Ilyen nincs, hogy nem fejezi be. A határidő augusztus közepe volt, aztán módosította szeptember közepére, és most elmondta, hogy szeptember végére se tudja befejezni. Na, ilyen nincs. És ez az üzenet, elkészült egy olyan kódex, mondjuk így a városállal, amely minden fejlesztés és beruházás indításakor oda fog kerülni mondjuk az EON elé, hogy mit kockáztat, akkora nem teszi meg, nem csinálja meg. Legközelebb azt fogjuk csinálni, hogy nem fejezi be, befejezzük mi, és majd kiszámlázzuk nekik. Jó, de itt volt, ahogy elhangzott a válaszban, WCMS és telekomos probléma is a aknafedelek kapcsán. A lényeg az, hogy aki amit vállal, azt legyen szíves teljesíteni. A koordináció sem egy utolsó dolog. Nyilván főszerkesztő erre, vagy igazgató erre célzott, hogy a víz és csatorna, ami az EON, és nem tudom még ki. Telekom hangzott el, ha jól emlékszem. Jó lenne, hogyha ha tényleg egyszerre végig gondolná, hogy mit, mikor lett megcsinálni. De mondok egy másik példát. Kint Szandaszőlősön a Fateszko előtti járdán és kerékpárúton a Magyar Telekom kicserélte a kábeleket borító fedőket. Úgy, hogy nem lehet rajta biciklizni. És ezt a lakók elmondják, az kiderül, hogy 4-5 hete ott állnak ezek a nem tudom mik a kerékpárútban, és külön föl kell szólítani a Magyar Telekomot most hétfőn, hogy ugyan már nagy sebességet csinálja meg. Hát ez hihetetlen.
De azt gondolom, hogy rajta vagyunk, és ez a mai napi rendeleti kérdés ezért volt, hogy üzenet mindenkinek. Amit vállal, azt csinálj meg rendesen, mert következményei lesznek, hogyha ez nem így van. Sebestény körúti Zagyvahíd. Itt még nem beszélhetünk csúszásról. Tehát ez a még ez kicsit erős volt, mert eddig teljesen jól belül maradtak a határidőkön, sőt, ha jól emlékszem, akkor a szeptember 15-i határidő előtt egy héttel átadták az egysávot a forgalomnak. Most november 15 a határidő, én is azt kell, hogy mondjam, hogy bízom benne, hogy tudják tartani a határidőt, hogy a két sávot átadják a forgalomnak. Azt gondolom, hogy ennek a hídfelújításnak, illetve a Szent István híd felújításának van egy nagyon komoly üzenete. Molnár Iván képviselő úr feszegette ezt elsőként. Javult a közlekedési morál Szolnokon azért, mert sokkal jobban kellett figyelni a másikra. Segíteni kellett a másik autóst a közlekedésbe, jobban kellett figyelni a kerékpárosokra. Villogós árgára állítottuk azokat a lámpákat, amelyeket szükséges a Szabadságtéren, a Tiszaligeti kivezetőnél, a Pólya Tibor úton. Rendőrök irányították a forgalmat, de az alap az, hogy a közlekedők egyre inkább figyeltek egymásra, hogy nem is fogjuk visszaállítani a piros, sárga és zöld lámpákat, ahol csak lehet villogó sárga marad, mert egészen biztos, hogy szükség van erre a toleranciára, erre az odafigyelésre. A piros, sárga, zöld lámpák egyébként nem a gondolkodást segítik. Ha zöld mehetsz, ha piros, álljál meg, ha sárga, akkor figyeljen. A villogó sárga pedig arról szól, hogy mindenkire figyelnem kell, és az eszemet is használni kell, a fejemet is használni kell, hogy közlekedek. Na ez azt gondolom nagyon fontos, ez olyan, mint az okostelefon. Annak idején ismertünk néhány száz telefonszámot fejből, nem? Igen. Aha, most megnyomjuk, megvan. Tehát elfelejtettünk gondolkodni, és ez a lámpákra is vonatkozik. Persze van, ahol kell a lámpa, kell a piros, sárga, zöld lámpa nyilván, De vannak olyan helyzetek az életben, a közlekedésben, amikor muszáj. Vagy akár olyan is kisebb időszakok, amikor... Igen, amikor muszáj arra appellálni, hogy az ember egy gondolkodó lény. Az egyébként a segíti a másikat, az sose baj. Tehát köszönet a városnak, hogy ezt a nagy problémának induló problémát jól kezelte. Persze ettől még a forgalom nem kicsi a városban. Természet. Mint ahogy a gépjárművek száma sem. Hát, de ezt úgy látszik nem elégszer elmondani, mert ma is felvetődött ez az átülésen éppek, hogy miért parkolnak a Füvön. Nincsen elég parkolóhely. Persze nincs elég parkolóhely, sokfelé parkolnak az autók, de kétszer annyi az autók száma, mint 10 évvel ezelőtt volt, és egyébként az infrastruktúra, a közlekedési infrastruktúra meg ugyanolyan. Hát csak úgy nem lehet utat szélesíteni, mondjuk a Pólya Tibor úton, le kéne bontani a félvárost, hogy szélesebbek legyenek az utak. Tovább menve most már a napirendi pontokra, elsőként a költségvetési tájékoztató hangzott el, amelyik az év első felének pénzügyi folyamatait mutatja be, hogy áll a város. Többet szer beszélünk erről, és most már évek óta az a konklúzió itt is a televízióban, hogy egy stabil, biztonságos költségvetési időszakot tudhatunk magunk mögött, és ez nem csak fél évre, hanem több évre vonatkozik. Teljesen kiegyensúlyozott a költségvetés. A bevétel és a kiadási oldal fedi egymást. Addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. Rengeteg pázti forrást tudunk Szolnok városába mozgatni. A mai közgyűlésen, nem tudom, szerkesztő, hogy nem-e számolta ki, de 2-3 milliárd forint közötti fejlesztésről beszéltünk a mai testületi ülésen. Sőt, hát ha a színházról beszélünk, az önmagában 4. Önmagában 4. De majd mindjárt igen, rátérünk. És örömteli, hogy tudjuk az önerőt vállalni hozzá, tudjuk biztosítani a működési feltételeket teljes mértékben, tehát amit a város megszokott. Színház, közvilágítás, fűnyírás, személygyűjtés, sporttámogatás, iskolák, óvodák működtetése, gyermekétkeztetés, ezerféle dolgot tudok mondani. Semmi nem csökkent, semmi nem fejlődött vissza, sőt inkább fejlődünk a szolgáltatásokban. Nagyon komoly dolog ez azért, mert ugye azért a bevételeink jelentős része az iparűzési adóból, az adóbevételekből van. 6,5 milliárd forint körüli adóbevétele van a városnak. Ezzel egyébként a hasonló nagyságrendű városok között igen-igen szépen állunk, de azt kell mondjam, hogy ha ezt nem fizetik be rendesen a város cégei, több mint 9000 cég működik a városban, akkor most nem beszéltek erről így, mármint az ilyetén költségvetési beszámoló nem ilyen. Nagyon jó az adófizetési morál, nyilván senkinek nem boldogságadót fizetni, de ettől még nagyon sokan belátják azt, hogy azért a város az ország működtetéséhez az adóbevételekre szükség van. És akkor beszéljünk fejlesztésekről, beruházásokról. Színház. Régóta
várta a társulat is, a város is, az önkormányzat is azt a döntést, amelyik végül is múlt hét pénteken megjelent a magyar közlönyben a kormány döntést követően. Talán 1991-ben történt az átépítés felújítás, ami a mostani színháznak az arcát, arculatát adja. Azóta kisebb felújítási munkálatok zajlottak, de miután évente olyan 110-120 ezer látogatója van egy színháznak, rengeteg programmal, rendezvényel, műsorral, komolyan amortizálódott, lelakottá vált a színház. A színpadtechnika különösen, a világítás technika, hangtechnika, rengeteg minden most már elavult. A modern kor igényeinek nem felel meg, nincs légkondicionáló berendezés rendesen, a tetőszerkezettel komoly problémák vannak, a homlokzat felújítás már nagyon időszerű, olcsóbbá lehet tenni a működését, jelentősen a színháznak működtetését a beavatkozás után. Na erre most rövid program volt, amit elmondtam, ez egy 80 oldalas anyag ez a terv. 4 milliárd forintot biztosít a kormányzat, 2019-ben 1 milliárd forintot, és 2020-ban pedig 3 milliárd forintot. Át kell költöztetnünk a színházat az Amalovág Agórába. Ez az átköltözés, ez el fog indulni január környékén, de az idényt, az évadot végigviszi a színház bent a mostani épületében. Igazgató úr elmondta a testületülésen, hogy május 31-e az utolsó darab bemutatásának időpontja. Utána szerintem egy-két nap, egy hét, és elindulott az átköltözés, és elindulott a munka a színházban. Azért mondtam azt, hogy elindulhat az átköltözés rosszul, mert januártól folyamatos lesz az átköltözés. Tehát a végén már csak annyi fog maradni, amit meg kell fogni kis putyelkaként, és akkor áthozni. Nyilván még az utolsó előadásokhoz meg kell. Így van, és akkor azt hozni. És akkor a tervek szerint innen június elejétől egy 12 hónap a fejlesztési időszak, a felújítási időszak. Ez azt jelenti, hogy a 2020-21-es évadot már a színházban tudja újra elkezdeni a színházi társulat. Nagyon gyors lesz a beavatkozás, és bízom benne, hogy a minősége is kiváló. Kell, hogy legyen. Nyilván mindenki kellő izgalommal volt eddig, aztán most különösen, de szerintem egy nagyon-nagyon komoly fejlesztés előtt állunk. Városrész rehabilitációként is értelmezhető a dolog, hiszen a Versegi gimnáziumot felújítottuk, színészház épült, megépült a színműhely. Így van, a színműhely. Most egy vadonatúj park épül, a Tisza Park felújításán dolgozunk, a Versegi gimnáziumban szembeni parkban, új játszótérrel, a gázfogadó egy kis közösségi térre alakul, szerintem nagyon szép lesz. Ha jól megnézzük, akkor ugye Tisza szálló után parkok épültek, rendezetté vált a környezet, és hát nem adtuk fel a Tisza szálló rendbetételét sem, mielőtt megkérdezte volna igazgató úr. Ha már polgármester úr felvetette, nyilván rákérdeztem volna, és akkor mi lesz a Tisza szállóval, de hát ugye temetőúti rendelő a következő beruházás. A temetőúti rendelő talán a legdrágább üzemű intézményünk, talán a régi pártház, a Fehérház drágább. Nagyon régi betonból van, minden nyilázzáró fém, hihetetlen hőhidak alakulnak ki, elég nehéz fölfűteni, drága. Ráadásul olyan terek vannak, amelyek kihasználhatatlanok, úgyhogy le fogjuk bontani, és egy új, kisebb, de praktikusabb rendelő. És nyilván korszerű. Épül meg, és nyilván korszerűbb rendelő épül meg itt. Jó nagy parkolóval, szép parkkal, azt gondolom, hogy csodaszép lesz itt ez a temetőúti rendelő. Ami viszont még csak a tervek között szerepel, ez a játszóterek fejlesztése. Ez a CLLD program keretében remél a város 160 millió forintot. Hát a pénz az megvan hozzá, most el kell, hogy fogadják azt, hogy a pályázati kiírásban szereplők hogyan szerepelnek. Azt ne kérdezzem meg igazgatóról, hogy mit jelent a CLLD. Civil kapcsolatok, a C nem azt jelenti, mert ez angol kifejezés, jó hosszú, hagyd ne mondjam el. De a civil kapcsolatok erősítése. Igen, a társadalmi kohézió, és társadalmi kohézió erősítése. A közösségi pályázat. Programok fejlesztése. Na, tehát nagyon sok területe van ennek a programnak. Csak tudjuk, jó. Összerakjuk. Igen, viszont az egyik nagyon komoly része a játszóterek fejlesztése. A játszóterekből most felújításra kerül a Tisza-ligeti sportcsarnok mögötti játszótér, vadonatúj játszótér épül itt. Egy új játszóteret kap nem a Moha út, mert azt átvittük a Csokonai tömbösőbe. Nem, a Moha úti benne van. A Csokonai úti van benne, a Gerle helye. A Gerle nincs, igen. Tehát a Moha játszótér van benne. Benne van az említett Tisza-ligeti játszótér. A Mátyás király úti?
Csokonai tömbbelső, ez a Csokonai négy emelete csak mögötti szép kis játszótér, és a Mátyás Király úti játszótér, ami az Y-ház mögötti játszótér felújítását, újjáépítését szorgalmazza. A Csokonai tömbbelső be fog átkerülni a Tisza Parkból felszabaduló jó minőségű játékokból. Igen, ez egy új elem. Tehát, hogy ami a közgyűlésen is elhangzott, hogy azokon a játszótereken, amik megőrizhető állapotban lévő játékok kis felújítással, festéssel átköltöznek egy másik játszótérre, hogy ott szolgálja a kicsiket. Hát volt már ilyen, nem akartam a közgyűlésbe rossz értést okozni az ezt felvető képviselő úrnak. Hunyadfalvára vittünk már így játszóteret, nem tudom már melyik játszóterünket újítottuk meg és vittük ki, de valóban nagyon fontos az, hogy a meglévő, mert ezek a játszóterek már nagyon modern játszóterek voltak, amikor néhány éve, 10 éve telepítettük őket, tehát különösebb bajuk nem lehet. Tehát ezeket tényleg át lehet vinni bárhova máshova, kerítésekkel van nagyon nyilván baj. Szükség van állagmegóvások is, persze, a felújítás, persze, a festés, de jól fog szolgálni ez a viszonylag használt, de szépen felültött játszótér máshol is. Nagyon fontos valóban az, hogy a Mátyás Király út mögötti, tehát az Y-háznál lévő játszótér felújításra kerülhessen. A Moha úti játszótér megint csak rendkívül fontos, teljesen lelakott, gyakorlatilag már nincsen benne játék. Szeretnénk azt, hogy mint a rengeteg rendezvény sportprogram van lenne a Tiszaligetben, hogy a Tiszaligeti játszótér tényleg olyan legyen, hogy akinek a férje éppen fotbolozik, az egész családdal tudjon játszani a játszótéren, és hát a Csokonai tömbelső meg azt gondolom, hogy nagyon sok fiatal családról szólván szinte jól fog szolgálni. És akkor, az is 160 millió forint van. És akkor egy percben a térfigyelő rendszer bővítése szintén a CLLD program keretében ennek a valósulhat meg. Programnak van egy 40 millió forintos része, amiből 20 millió forint a térfigyelő kamerák fejlesztése. Ebből meg nem mondom mennyi, 10 vagy 12, nem tudom, kamera kerül föl még a városra, most 85 kamerája van a városnak, térfigyelő kamerája, de nem csak kamera vásárlás és telepítés, hanem a szoftver, amivel lehet fogadni az információkat a kameráktól, felültetése is megtörténik. A másik 20 millió forint az vagy a városkártya fejlesztését fogja szolgálni a 40 millió forintból, vagy abból is térfigyelő kamerát fogunk beszerezni. Még folyik a vita, hogy akkor pontosan melyik irányt vegye, de néhány héten belül el fog dönni, mert akkor duplázni tudjuk a térfigyelő kamerák számát. És akkor nagyon szűk 2 percünk maradt, zárt ülés. Azért érdekes, bocsánat, mert ugye ott nincsenek ott a kamerák, csak a döntésről lehet elvileg számot adni, viszont ma születtek olyan döntések, ami szintén fontosak. Vannak olyan döntések zárt ülésben, aminek az első fokú határozatát a polgármester, a második fokú határozatát pedig a testület tudja meghozni. Most éppen szabálytalan parkolásról szóló problémákat hoztunk a közgyűlés elé. Egyre inkább divat az, hogy zöld területen, tilosban, mindenhol parkolnak a gépjárművek. A vita arról folyt, hogy akkor most itt jogos vagy nem jogos a büntetés. És abban maradt a testület, hogy a szabályok mindenkire vonatkoznak. Lehet, hogy nem jók a szabályok, de ettől még be kell tartani őket. És most azon kell dolgozni, hogy minél több parkolóhely legyen a városban. Mert beszéltünk előbb az autók mennyiségéről, nagyon sok autó van a városban, több parkoló kell, de attól, hogy kevesebb a parkoló, mint az elvárt, az nem ok arra, hogy szaneszerte mindenki bárhol állhasson, és különösen azért nem jó a dolog, mert aki betartja a szabályokat, és 300 méter gyalogol a lakásáig, inkább jó helyen álljon meg, azért annak hogy nézzük a szemébe, hogyha azt meg nem büntetjük meg, aki beláll a park kellős közepébe. Ezt azért szerettem volna most elmondani, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a rendet mindenki valóban úgy élje, hogy az fontos. Rendnek kell lenni, és be kell tartani a szabályokat. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy itt volt. Azt gondolom a legfontosabbakat sikerült mindent, én is áttekinteni. Kedves nézőknek azzal köszönöm meg a megtisztelő figyelmüket, hogy Döntés után című műsorunkkal legközelebb majd október végén, tehát egy hónap múlva találkozhatnak. Viszontlátásra!